feltételes módban, mert nem láttuk ténylegesen a vétót. Akkor számítok alapvetően egy sima 2-0-ra, még talán akkor is, hogyha másik pályát pikkelne be az Eternal Fire. Inferno-ra látok még esélyt, de ott tovább nem is kell találgatni. Anubis egyébként neked volt igazad. A Mirage választás érkezik a Navitól, Infi kerülhet a végén elő. Oké, mondjuk Anubis vihet bele egy kis extra fűszert így ebbe a mérkőzésbe. Hát, annyira nem örülök neki, hogy jól tippeltem. Nem a kedvenc pályám, de hát ez nem rólam szól, nyilván a játékosoknak kell, hogy megfeleljen. Izgalmas három pálya választás egyébként. És amúgy ezt említett, ugye tudod, hogy itt nem lesz olyan nagy crowd itt majd a végén, itt a rájátszásban, ezt egy kicsit talán sajnálom, mert azért egy olyan mérkőzés néz mindig jobb, ahol hatalmas nézősereg figyeli ugyanazt a mérkőzést, mint csak élőben, és tud rá reagálni. Na de, kezdődjön az első kör. Tanubison. Kalixi lehet az első kontakt Wonderful ellenében, ez meg is történik, de most ki nem fog születni, hiszen az előbbi úriember kicsit visszább vonul. Pontos az első pisztolykör, és elég lassan indítják meg ezt a mérkőzést itt a felek. Nem szeretné elsietni a dolgokat a Navi. Pit tárja fel itt árakok környékét, legalábbis main első részét. Négy emberre stackeli a B-t egyébként az Eternal Fire, közepet teljesen ott hagyják, és Boxik maradt egyedül, aki az A védelemért felel. Hát nem hiszem, hogy nagyon az offenzívet meg tudná állítani egymaga, maximum beszúrat egy-két freget, és utána visszavonul. Meg kell várni utána a csapattársakat a ritékhez. Na most eladja a Navi a szándéket ezzel a midfoglalással, innen pedig tiszta lap kéne legyen a törököknek is, hogy ebből bizony egy A-split fog kikerekedni. Így van, Boxik jól látja ezt, de nem jön neki ezt az első kill, és ime tudja őt likvidálni, így a bomba az könnyedén lekerülhet, hát most ez egy eléggé... Ez egy eléggé nagy gamble volt a Eternal Fire-től mondhatni. Ez a ritték kicsit nehéz lesz, de még nincs vesz, semmi, ha csak bit nem lő egy gyönyörűt, és itt még kettő ellenfélre kéne megküzdeni. Major lelövi az elsőt Alexip szemébe, 2v3. Az nagyon jók itt a crossfire-ök, amiket a Navi játékosok kialakítanak. Jó a peak imétől a kontaktra. Sobolyot nem pazarolt az úriember, és Kalixnak kéne ezt 1v3-at lehozni. Hát, erre nem mernék nagy tételre fogadni. És inkább kihozza azt a diffuse kitet. Mert úgy látszik. Inkább így dönt, meg ezt a dual berettát, igen. Hát ebben a körben nem volt több tőle, mint egy kill és egy kicsi save, minimális dolgokat ezt ki tudott hozni. Hát ez nagyon szép volt a Navitól, nyilván jól is tippeltek, ha lehet így mondani. Azért előzetes poltolózás kevés volt, és ez itten a felül egy kisebb stacket próbált meg. Ugye Voxiknak tilos lett volna meghalnia. Szerintem ő is azt tervezte, hogy egyet öl, és utána visszább vonul. Hát ez nem így történt meg, és ezek után nem sikerült a riték. 1-0 Navinak. Nem ilyen Force Kalix vesz egy füstöt a kimentett kit mellé. Hátha. Hát majd ninjázni egyet. Hát ezt azért tisztelem az ilyen gondolkodást. Spirit csinált már ilyet egyébként, hogy csak egy kitet mentettek első körből, és aztán a másodikban egy Echo mellé egy füstöt vettek, és azzal sikerült kvázi ninjázniuk. Nem lehetetlen, nyilván most azt a 300 dolláros investálást még megéri. Akkor itt maradnak árakó mellett, megvárják az esetleges plantot, de a törökök bánatára lehet, hogy az a bomba B-re fog menni kisvártatva. Igen, úgy néz ki, hogy átmennek ára. Nem B lesz végül. Nem lehet ez rossz egyébként így az Eternal Fire-nek. De elég érdekes ez a setup. Ez egy elég komoly csapda, maradjunk annyiban. Rég láttam már ilyet, hogy ennyire bekuckozták volna ide magukat a játékosok. Ugye Alexip nem hiszem, hogy az első gondolatból oda fog befutni, pedig jó lenne abban a hajszárítóban ott a több száz dolláros killeket begyűjteni. Uff! Hát, ez majdnem jó.
így azért nem sok damage-et osztott a játékosokra, de az damage-ként nyilván szuper, szuper granát volt. Be kéne dobni még 2-3-at. Örökök pedig megvárják az utolsó 10 másodpercet nagyjából. Még egy néd. Hát Alexis le fogja buktatni. Igen. Most van egy flash, most robbannak a törökök, de ebből egy dara lesz így. JL dupla. JL össze HP. Alexi pedig felteszi az íjra a pontot, tehát nem sikerült kellemetlen meglepetést okozni most a Navi számára. 2-0-es konvertálás megvan, igazából jön a kötelező, vagy jött a kötelező Alexiéktól. Ezt követően viszont jött a CT-től is a nagyvásárlás. Nem volt rossz próbálkozás, több volt ebben, mint egy kill egyébként. Itt a törököktől. És meg is mosolygják ezt a játékosok. Hát amúgy... ritkán ilyet látni, vagy hát annyira nem, de a lényeg az, hogy nem mindennapos. Az biztos ez a művelet, és... hogy mondta, teljes vásárlás. Nyilván AWP-re nincsen még pénz. Ja, anélkül kellene majd ezt a kört abszolválni. Két beragadt Galil. Az még bőven belefér kategória. Hopp, Majorek itt nagyon agresszívak B előtt. Rengeteg info, viszont Imes szerintem hallotta. Sőt, biztosan hallotta, úgyhogy ebből még itt komoly bajok lehetnek. Alexib! Meglátta Kalixot, de nem lesz ebből kill. Bit nagyon veszélyeseken. Mászka is nagyon agresszív. JLL egyetemben nagyon kemet, betörnek ide árakóra is, nem jön össze a kill. Most jön meg lurként Alexib midről. Egy kill neki összejön, de trédelik. 2v4, de nézd, Vikadének ott a HP-ja nem túl sok, úgyhogy abszolút hozható. Be fog píkelni Heavenbe. Egy kettő ember célkeresztjébe néz bele. Wonderful, ez igencsak osztatatlanak tűnik. Hárman píkelik le egyszerre. Jó volt a ritték az Eternal Fire-től. Jól játszották meg azt az A-védelmet, hogy igazából nem píkeltek, ameddig nem volt muszáj. Ott a végén visszamenekültek Heavenbe, és akkor 4v2-ből jött a riték, ahogy megérkezett a felmentő sereg. Megvan tehát a törökök első köre. Plant miatt viszont úgy gondolom, hogy lesz simán vásárlása még a Navinak. Így van, ez azért JL azért fogja a fejét, mert kicsit talán neki elcsúszott a rotája ott a peaknél. És ott érkezik a force. Nem teljes a vásárlás. Lehet, hogy egy kisebb rush próbálnak meg vele, vagy mindjárt kiderül. Inkább kicsit lelassulnak, meg egy kisebb alapozás B irányába repültek füstök egyébként. Azért hittem hirtelen azt, hogy ez egy B-fék gyors A-pop lehet. De nem, belassul a játék. Megint az AWD-met fogják itt teszteni egyébként. És ez elég jó, jól szerepel ezen a teszten. Itt Vikadia megszerzi az entry-t. Lehet ezt a alkát így van a társának odadobni. Jobb, mint az N4-es. És Foxy kezébe így, hogy ezt a kört nyerik, egyébként hamarosan AWP is kerülhet. Ami aztán nála igazán halálos. Full focus now, boys. Full focus. We win this round, it's GG. You need flash? We win this round, it's GG. Ez JL mondta, nem? JL mondta. Nem, Alexi volt. Ja, Alexi finn volt. Akcentussal. If we run this win, boys. If we win this round, it's GG. Látom azért, hogy te is jó fáradt vagy most már. If we run this win. Na, nézd el nekem. Hosszú persze, volt az persze. A Nip Heroic match. Igen. Respect no. Neked, hogy kibírtad. Közben Ime egyébként lelőtte Kalixot. 3v3 most már. Ajajaj. Eddig igen, ráadásul Wonderful nem számít, hogy itt már a hátában ólálkodik. Major, de erre nem is lesz szükség. Pacsitott Fabre nem kapott Major-től. Biztos nagyon fókuszált, hogy ott fegyvert cseréljen. Hát igen, ez... És akkor Alexib mit mondta, hogy if we win this round is GG, és mi van, hogyha nem nyerik, akkor az GG csak a másik irányba? Hát, fel is adhatnák a mérkőzést? Akkor még semmi. Ja, akkor semmi. Akkor még semmi, igen. Tantaresz itt jó helyen nyomta meg a bal klikket. Hát igen, most jön a full echo. Igen. Alexibnél azért van egy Dezi. Ő a nagyon híres egyébként a Desert Eagle fejléséről, tudtad? Annyira nem, de én hiszek neked. Igen, ez egy enyhén irónia volt, nem elvéve természetesen Alexibnek az érdemeit.
Hát lehet ilyen gladiátor módot játszani. Előre megy Alexi. Ha lelövik, akkor felveti valamelyik másik csapattársa a Dezijét. És akkor ő próbálkozhat. Igen, igen. Mindig csak egy ember menjen. Igen, igen. Előbb-utóbb csak befejel valaki egyet legalább. Azaz. Nagy számok törvénye. Próbálkozik itt gránátokkal sebzést okozni az Eternal Fire. Inkább kevesebb, mint több sikerrel, bár... nyilván a Navinál nincsenek gránátok, szóval... végig kell kontaktolniuk valamit, ez a valami pedig közép lesz. Alexi a frontvonalban. Hát a beakad neki, nem próbálnak beíteni neki, akkor később Péker Alexi. Ő, illetve éme a P2-tennel le tudják lőni Kalixot, de hát utána pedig takarítanak a törökök. Az Antaresnek vigyáznia kell, nem nagyon maradt HP, egy Glock is veszélyes lehet rá innentől kezdve. Templomból érkeznek a bombával, piték. Ideális esetben még egy plant összejöhet, de nem, Major ezt tartja, és nem hibázik az irányító. A második sem volt sokkal csúnyább, 3-2-re, így átveszi az Eternal Fire a vezetést. Igen, itt az elmúlt három körben nem sok keresnél volt a Navinak egyébként. Most a visszakörön és a kötelező, az követő körön kívül, bocsánat, nem igazán volt acélos egyenlőre a Navi gárdája. Pedig ők a világ elsők, úgyhogy ennél többet kell nyújtaniuk, főleg ezen az Anubison, mondjuk ez mindkét csapat által eléggé sokat játszott pály egyébként. Ez fontos kiemelni. Na, Voxi kezéb oda került az AWP, amit mondtam. És ez elég veszélyes lehet, hiszen ez a füst itt bizony lyukas. Számítanak erre egyébként JL-ék, de... és inkább nem is píkelnek bele egy... nagyon, nagyon jól érezték ezt most. Így Voxiknak mindössze, idézőjelben mindössze csak területe marad, entry-e már nem. Pit pedig szokásos módon itt van álmén előtt. Nagyon sokszor próbálja azt bekontaktolni, hol kevesebb, hol több sikerrel. Nyilván nem egyszerű feladat, de itt azért olyan játékos, aki a lehetetlenből is tud entry-t szerezni, instant befejelni az ellenfeleket. Továbbra is széthúzva marad ez a támadás abban az értelemben, hogy most Bit ott van továbbra is main előtt, kettő navi játékos középen, kettő navi játékos B előtt. De úgy néz ki, hogy átrotálnak egy tényleges B execute-ra. Még Bit próbálja eladni ezt az átámadást. Kettő védőt egyébként ott is tud tartani, valamint splitet akarnak eladni pontosan. Alexi dobálja a füstöket, valamint a vakítókat középre. Ki is forszolja a rotát egyébként, Voxik kiment CT-re, így maradt kettő PV-dő, akiknek ime hátába mehet. Major még életben, de JL őt is lekapcsolja, dupla emberelőny, ezt nem hiszem, hogy érdemes megpróbálni. Igen, itt tulajdonképpen akkor, hogyha Voxik lő füstben egy killt. Maximum. És hát nem jön össze. Ön valószínűleg neki is valami hasonló gondolatmenete volt itt a fejében. Így van, hát ez most nagyon szépen komponált kör volt itt Imaiktől. És nyilvánvalóan ezt menteni kell, és nem annyira akarják hagyni. Nem tudom, Wonderfulnak szóltak el, úgyhogy $50 van a számláján, és kettőt, és egy társa galéra rohangál. Minden esetre így is bepikált az úriember, nem jött össze neki a kill, és nem lenne annyi, jó annyira huntolni tulajdonképpen, hiszen nincs túl sok pénzük. És ez már nem is fog megtörténni, maximum Wonderful futott ebbe a pofonba bele. Ha csak. Nem igazán lesz már itt kontakt. Nem akarja igazából az Eternal Fire sem. Kalixit megpikelni sem lakszik, de ő sem akarja ezt a fraget per fegyvert. De ez most nagyon szép volt a Navitól igazából. Csak rájuk kellett szólni. Rájuk parancsoltál? Rájuk, igen. Helyes. És hát Alexik, ez nagyon szép kör volt. Nagyon szépen bevált ez az A split fake, bocsánat. Igen, ez taktikából nyerte meg igazán a Navi. Ott a fregelések voltak a legegyszerűbbek. Ott úgy, hogy kettő B-védőm alatt maradt és sötétre fókuszált mind a kettő, simán hátba lehetett őket lőni. Pénz viszont a vereséget követően is lesz az Eternal Fire-nél, hát főleg úgy, hogy három fegyvert is mentetek. És tempót vált a Nav. Gyors entry B-re, és le lesz fotóra az Antares is, aki egyet tud fregelni, de ez JL azonnal trédeli. Bit
füstön keresztül csípi el Kalixot. 4v2-ben lehet tenni a bombát, ebből pedig megint csak egy mentő akció lesz így. Lehet ez a B-rakó lesz igazából a Navi rakója. Az viszont jó, hogy a kimentett fegyver ugye 2x2 az AWP, már mondjuk nem akarom elszólni, de meglepődnék, nagyon meglepődnék, hogy itt Voxig kapni egy Santarex Peak-et, például is egy golyóval elküldenék őt a következő körre. Szóval mi mindkét körben ki tudják hozni az AWP-t, úgyhogy legalább ez a sovány vigasz megvan nekik, hiszen nagyon drága újra vásárolni. Visszaveszi a veszítést ezzel a nap. Azt nézem, hogy annyi pénz lesz a törököknél így a mentett fegyverek mellett. Azért kezd nőni már náluk is a loose bónusz, de... Hát jó, oké, teljes vásárlás még egyébként összejön. Volt annyi megtakarított összeg, elég magabiztosan nyerték a saját köreiket, plusz nyilván mentettek kettő fegyvert. Voxig ezúttal próbálja agresszívan megjátszani középben azt a VP-t. Közép jobb oldalára tart, ahonnan egyelőre nem érkezik Navi játékos. Megint csak gyors területfoglalás a Navitól, és onnan építkeznek, onnan alapoznak. Bit jó helyen tapogatózott, de minimális sebzést tudott csak Wikeldiába osztani. Voxig pedig továbbra is tartja ezt a szöget itt midem. A füsttel kizárják középnek az egyik részét, Kalix. El fog hajítani egy gránátot, viszont Voxikra még nem érkezett semmiféle utility. Molit szoktak ide dobni, hogy visszazónázzák az itt lévő játékost. Ez viszont elmarad a Navitól, most fogja csak Alexi dobni. Ez most taktikai hiba a részükről, amiből GL húzta a rövidebbet. Későn jött ez a Molotov és Voxig be tudta ennek köszönhetően lőni az entry-t. 50 másodperc az órán, a Navi pedig úgy néz ki, hogy egy B-splitre fordít át. Igen, és az Endre így a Eternal-nél van tulajdonképpen, ez egy hat... Voxig. Ez a feges össze kellett, hogy jöjjön, de a flash nagyon is így nem tudnak a Alexék beugrálni. Mondhatni, és Vikádiek nagyon jól érkeznek meg víz, nagyon jól ütemben, és itt Navinak egy esélye van bemenni ide, egy B-rakóra. Egy kill nagyon szépen megvan egyébként e-mailnek, és Wonderful lelövi Voxikot, megint hibázik itt 2v2 újra, és kifustolik a már meglévő két, és hát a meglévő, megmaradt két elfes játékost. Pontosabban, rosszul láttam, hiszen itt egyessel Vikádi érkezik longról, erre nem tudom mennyire fognak számítani, elég gyorsan megérkezett. Egyébként Kalix van csak ott a füst mögött. És amint Vikádiától itt, aha, nem számítanak rá. Értelemszerűen. És itt két darab 1v1 alakulhat ki. Wonderful kinéz hosszúra, elholik Alexi, Wonderful 1v2-ből 1v1. És tudja honnan érkezik Vikádia, van még azért idő, Vikádia nyeri a párharcot és bőven lesz még ideje felszedni a bombát. Fú, hát végtelenül szorosra sikeredett ez a kör. A célból voltak itt törökök idegei, még azért ott tartották kicsit a szöget, kivártak az utolsó pillanatokig, de aztán jól tudták trédelni egymást végezetül. Jó pozikon maradtak, és ezzel egyenlíteni tud az Eternal Fire megint csak. Kell ez az időkérés Navi oldalról. Bár egyébként pénz ez van még így is, Wonderfulnál lesz egy AWP is, plusz full UT egyébként, az összes gránátot meg tudtak venni. Ez már itt egy kicsit érdekesebb vizekre vezünk. Impongoznak itt a kedvenc játékosaink. Hát EPL ugye szokás szerint egy ilyen könnyedebb hangvételű esemény szokott lenni. Hát egyébként látszik, hogy csébe több óra ment, mint pingpongba. Na de Voxiknál is ugyanúgy nyilván ott van a VP, vissza tudták neki vásárolni. Annak ellen, hogy ő hibázott egyébként többet is az előző körben. Jailer a gránát a tartott egyébként? Vagy onnan fog füstölni? Ez itt a jó kérdés.
Számított szerintem. Elég sokszor szokták azt a négyet dobálni oda lépcsőre. Ez nyilván, nyilván, csak ez a kérdés, hogy azt nézte előre. Azt sasolta. Valószínű, valószínű, igen. Átjön JL viszont sötétre. Olival visszazolna ez a Major-t. Befoglalni viszont a füst miatt egyelőre nem tudja. Jött egy counter molés, szóval fél inkább visszavonul sötétet, pedig visszafoglalja mindeközben Major, illetve az Antares párosa. Standard 2-1-2-es setup. Na most egy dupla pick Major-éktől. Elég rizikós egyébként, mert hogyha elhullik valamelyikőjük, egyetlen egy B-védő marad, ami gyakorlatilag egy védővel lehetetlen megtartani ezt a B-rakót, és pontosan ez körvonalazódik. Alex ráadásul a midlurkön is fregel, elcsipi Kalixot és Zanteresnek most már templomra is kell figyelni innentől kezdve. A füst miatt nem is tud side-ra píkelni, mondjuk ezzel tudja izolálni legalább az 1v1-et Alexival szemben, csak jön mellé JL, kapja a dupla píket, Alexit még elcsipi, de JL azonnal trade-el, Wonderful elkapja a flanket. Voxig az egyedüli túlélő, de minden bizonnyal ő pedig ki fogja menteni azt az AWP-t. Úgy látszik, hogy ő az új James. Úgy látszik, hogy ő a török James. Igazából át is nevezhetnénk Voxig Time-ra, hiszen már a 9. körben szerintem harmadjára minimum szíveli a távcsövest. Egyébként így halad tovább, elég szoros lesz ez a meccs. Igen. A fej mellett egyelőre a csapatok. Ott ki fog lógni Voxig, de kipíkel. Jó, a többi navi játékos nincs igazából annyira közel, hogy át tudják vadászni Voxikot. Marad a mentett VP akkor az ő kezében. Pénz pedig nem nagyon lesz a törököknél most. Minimális a lose bónusz. Lehet úgy lesznek vele, hogy az 1004-ek mellett inkább ráforszolnak teljesen. Thomas már ott van Wikeldiánál, Kalix egy Tezi mellett tette le a Vox-et. Hát Voxig tud dobni még egy SMG-t esetleg. Valahogy meg tudják oldani ezt az igencsak felemás vásárlást szedetvetett módon. Aminek nyilván az a hátránya, hogy kinullázzák magukat. Ha ez bukó, akkor a következő körben Echo. 7-4-re mehet már a navi, és akkor ott lehet egy teljes értékű vásárlásuk még, de azért várjuk meg ennek a végeredményét először. Alexi Benyero nem marad el fregekben most. Lehet, hogy ennek az eventnek ő lesz az MVP-je. Ugye itt a felvezetőben mondtad, hogy négy különböző eventnek négy különböző navi játékos lett Alexiben kívül az MVP, vagy legalábbis, hogy folyamatosan váltakoznak, mindenki tud megvillani. Lehet, hogy ennek most itt Alexi új babérokra tör. De viccet félretéve, Santeres gyönyörűen le lett vakítva, és így elhullik egy kill mindössze itt ennek fel oldalról, és ugye ez egy force volt. Úgyhogy ez egyből kettőt jelent tulajdonképpen. Nyilván Wikadia Voxig ki fogja menteni ezt a két fegyvert. Ha nézegetjük a pénzeket, hát... azért hármas loss bónusz van. Szerintem mellé veszik, de megint nagyon szegényes lesz. Az én kor ugye két opció van, inkább nyomnak egy echót a fegyverek mellé, kimentett fegyverek mellé, vagy visszaveszik, és akkor megint ilyen szegényes vásárlás lesz, mint most. Ugye Santeresnél csak egy MP9 volt. Kalixán azt hiszem csak egy Dezi. Így azért elég nehéz kört nyerni, maradjunk annyiban. Echo-t sanszosabbnak érzem egyébként. Jaj, hát... 2000 környékéig, és... 1900-as lesz még csak a lose bónusz, szóval... nagyon nem lehet mellé... rosszul számoltam, igen, rosszul számoltam. Nagyon nem lehet semmit venni mellé, és... akkor több mint valószínű, hogy a Navinak meg lesz a 7. kör, az utolsóra viszont... lesz majd nagy fegyverzete az Eternal Fire-nek megint csak. Nyilván még ott van az a lehetőség, hogy itt Voxig remekel az AWP-vel, vagy Wikadia a FAMAS-szal, de hogyha itt a körgyőzelemre akarnak menni, akkor Voxigot kell valami agresszív poziban megjátszatni. Vagy nyilván az is opció még, hogy elbújtatják itt az Echo baitek mögé. Akkor legrosszabb esetben is Max kimenti megint a fegyvert. Úgy néz ki, hogy
Valami ilyesmi az Eternal Fire elképzelése, négyen stackelik be ugye pisztolyokkal, meg Voxic VP-jével azt az árakót. Azzal a boosttal mondjuk kellemetlen meglepetést okozhat akár Voxic Bit számára. Igen, igen. Tudják egyébként Bitra, hogy mindig itt ólálkodik állott, ugye? És sokszor eléggé egyedül van, szóval jó döntés lehet egyébként, ez egy jó hívás lehet, hogy itt csoportosan ráugorjanak Bitra akár, de nem úgy néz ki, mint akik kimennének, inkább mint akik megvárnák, hogy Bit megérkezzen eléjük. És ez egy nyálszplit lesz. Voxiknak kell majd mint egy... Hát... egy személyes hadseregként megoldani ezt a kört, hogy nyerni akarnak. Már pedig miért ne nyerhetnék meg? Az a vakító mondjuk tökéletes rá. Egy kill nem jön össze. Túloldalon megjön Beat, akit lelkóznak, és Voxiknak összejön egy kill egyébként túloldalt nagy nehezen végül. Wonderfulnak ugye AWP-je volt, úgyhogy a Tech9-nél kellett valamit csinálni. 4v2, most szép egyébként JL és Kalix 1 HP-val repül neki majd, szintén egy AWP-vel. Dupla AWP-s ritéket fogunk látni itt Echo-ban. Nem lesz egyszerű. A Molotov értékes másodperceket nyer még a Navinak. Voxiknál van mondjuk két, szóval ideje van az Eternal Fire-nek. Ó, Kalix pedig belemegy JL tüzébe. Ez nagyon bal szerencsés. Így jön egy vakító, amiben JL is belenéz. Másodperc még nagyjából a bomba robbanásaig. JL belevisz Antereszt, és Voxikra is ugyanez a sors vár. Fú, azért itt kellett korrigálni a JL ime párosnak a legvégén, mert a többiek azért hát kicsit elherdálták az elején a kört. Elhullott Beat, elhullott Alexi, Underfall is csak egyetlen egy fregre volt jó, Tech9-nal darált, ugye, és nem tudott a négy vagy három pisztolyos játékossal mit csinálni. GL triplázott a végén, íme pedig feltette az íra a pontot, így kicsit nehezebben, mint tervezték, de megvan a hetedik körük. Az Echo után viszont jöhet az Eternal Fire-től is egy nagy vásárlás. Majorék továbbra is itt béna agresszívek, ezt már csinálták, és ugyanúgy imével néztek itt farkas szemet tulajdonképpen. Kimennek, egyébként ez rengeteg info, viszont túloldalon közben nyilván az árakból sokkal gyengébb. Erre most nem reagál a Navi villámgyorsan. Kéne az itten a fejnek ez a kör, nem kéne engedni 8-4-re a fél időben a Navit, ez biztos. Nyilván minden kör fontos, és nagyon úgy néz ki, hogy itt lehet egy base split lesz a kör vége. Hiszen Bit érkezik majd meg ide íme mellé, aki szép lassan már itt visszatisztázza a területeket, amit régebben Majorok megszereztek, és Wonderful kontaktól föl itt egyébként az AWP-vel. Jó lehet, nagyon, előtte píkál be a társ, a JL Santeres, és ez így nem jó. Nincsen trade, érkezik rájuk a moló. Ez egy halott kör eddig. Ha csak, Wonderful előve, hogy Santeres, erről lemaradtunk. És nem tud trédelni Major se, hiszen ott van segíteni Alexi, aki nem tudja lenni Vicardiát, aki duplázik. 2v3, de a rakó üres. Ime, erre számít Voxik, a timingon nagyon sok fog múlni, hiba Voxiktól, és Vicardiról meg tudnak, szóval kettő info. Itt Imének megvan a harmadik játékos kiléte, pontosan a hol léte, az még kérdéses. Voxik is átutál egyébként B hosszúra, új, ilyesmilyen jól teszi, Bit az egyelőre túlélő. Tart CT-re, de inkább engedi egyelőre Kalixot, még a hátába is csekkolgat Bit, de ezt lokkolni fogják. Még egyet belül, a távoli Voxikot egyébként. Nagyon közel járt Bit az igazsághoz, jó volt a sebzés, de csak összejön a riték a végén a törököknek. 5-7-re szépítenek, de a Navi a fél idő, illetve 2-3 perces szünetet követően érkezik majd a második játékrész. Here in the trenches with Navi, I think I can say that, right? Im or him? Which do you prefer? Ima. Ima. Yes. So not the him thing that you said previously. Mm-mm. Okay. Well, it looks like you guys are always in good spirits, and things are, you know, on the up and up around here for at least today, right? So tell me about coming to today's matchup.
I mean, still I don't know why we have to wait 2 days for this game. Since if we win, nothing happens. If we lose, nothing happens still. Ah, it's like yeah. like it's a game for a playoff. Mm. But yeah, we're fighting for 2 days to play this game. And but you should be ready now, right? Like there's probably no excuses after 2 days. Is that how that works? I mean, of course, we had like our usual practice days. And then today we had the anti-start, but still, we can play this even like later, like after the wait, was semifinal? No, it wasn't semifinal. Pick one. You guys have been winning a lot lately. I forgot. Nah, it's okay. Tell me about what you're doing here. You're doing warm up, just simple bot training. It's just bots. Yeah. Just playing with bots because we don't have internet, so we cannot play that much. Is that a normal thing or? It came, like, it became a normal thing. Yeah, because somebody ruined it for everyone else, right? Yeah. Like, somebody thought, like, hey, we'll get a workshop map and we'll do whatever in those workshop files, and then now nobody can enjoy this. I mean, to be honest, these workshops are good. Not gonna lie. Yeah. Like, you have a lot of options. You have, like, standing boats. You have, called Thrash, Shuffle. I think, in my opinion, Shuffle is the best because they're just running around. You just kill them and that's it. Do you now, just to clarify before we obviously get out of here, when you're doing warm-up, do you keep it on infinite ammo or do you at least have to reload your magazines? No, infinite ammo. Just full infinite? Yes, full infinite. Okay, I mean, I figure for, like, tapping and whatnot, that makes sense, right? Maybe for sprays, does that... No, full infinite because, for example, you will not spray more than, let's say, max 12 bullets, like, and then you stop. It's like you're reloading, you know? Bomb, and then you go back, and then you spray again. And that's why you're him? Maybe. No, yes, sir. Hey, man, I appreciate it. Y'all good luck today. Anything you want to say before we start? Tell them, not me. Yes. Yes. Let's get into the damn game, shall we? Vissza is tértünk ezen a kis rövid interjú után egyébként. Íme hatalmas forma. Nem mondott mondjuk boldog dolgokat egyébként. Azon kívül, alapvetően kíván beszélt egy kicsit a botozási stílusáról. De itt egy panaszkodott, nem? Egy keveset. Csak ugye nincs net, és csak workshop mappokon lehet igazából ilyenkor pracolni. Ha jól sejtem, akkor az ugye amiatt van, hogy valahogy mikor még simpelt, mikor volt online connection, akkor talán simple-nél esett meg, hogy próbáltak dédoszolni Steamen keresztül, ha emlékeim nem csalnak. Volt, talán. Igen. Talán emiatt. Többeket is egy eventen, igen, nem emlékszem pontosan melyik event volt, de sikeresen tudták egyébként több órás technikai hibákat okozni. Igen, így érthető azért, hogy maradt teljesen offline, nyilván hátrány, hogy csak botozni lehet, de jobb, mint a semmi, igazából tökéletes formát igazából az is. Na de akkor komolyra fordítva a szót, második félidő, 7-5-ös Navi vezetésnél kezdődik meg a pisztolykör. Hát az Eternal Fire könnyedén egyenlíthet egyébként, hogy megnyert pisztolyossal, és onnantól kezdve ők vannak a papíron előnyösebb oldalom, ugye az Anubis inkább a téknek kedvez, tép favorizált pálya. Nem véletlenül pikkelte a Navi azt az oldalt. Érkezik egy füstös execute B-re, igazából templom ki lett zárva, és Major teszi a bombát, 5v5-ből kell, hogy jöjjön a Navi riték. Igen, és hát van kit egyébként Alexinél, meg füstök, vagy jutik is vannak. Hoppá, Kalix megkezdi a fregerést, 5v5 riték, 3 kill van a neve mellett! Egy killet tud Jay válaszolni, és hát Major behúz egy killet, és Kalixnek meg lesz a negyedik, jó, kifogy a Glock. Többiek nem mennek rá, csak Kalix. Tiszteletben tartják itt a játékosnak a... Jay 2 tud egyébként elhúzni. Szép volt a második kill abszolút, de ez Kalix. Kalixi az érdem alapvetően ebben a körben, az biztos. Nem volt rossz a Navi elképzelése, de azok a flashek, amik érkeztek, ugye az oszlop miatt nem vakították Kalixot. Látható is, hogy elrepült, és pont az oszlop kitakarta mind a kettő flash-t. Ez, hát nem is azt mondom, hogy szerencse volt, valamennyire azért tudatos is úgy gondolom, jó játszott így a fedezékkel Kalix. Gyönyörűek voltak a fejesek mindemellett.
A Navi viszont nem szeretné hagyni, hogy itt elhozzon az Eternal Fire, visszaforszolnak, mondjuk elég érdekes a setup. Bit kapott egy Hero M4-et, GL-nél nem lesz semmi így, és Alexi pedig ekózik, ő tartja ezt az 1008-as összeget, majd hosszú távon ő fogja venni minden bizonnyal az AWP-t ugye Wonderfulnak, de hát itt Bitre tették fel minden pénzüket gyakorlatilag a navisok, és Bit fregel, ahogy Wonderful is egyébként a Dezivel, emberelőnyt kovácsol magának a Navi, illetve Wonderful kezébe is kerül ezáltal egy nagy fegyver. Ez így fájdalmas, hiszen ez a két fegyver, ez fölülmúlja mind a három másik fegyvert. És ha áram ennek, az nagyon fájhat. Hiszen mindkét nagy fegyveres ott tartózkodik. Már primán úgy néz ki, hiszen egy perc az órán is szép lassan ide fognak torogni a naviát. Az Eternal Fire játékosa is, mire kimondom ezt, hogy milyen jó ötlet ez, kimennek a harmadik fegyverért. Ugye amit a másik terrorista játékostól előttek, ami nem hülyeség alapvetően, hiszen 43-mal lehetne úgy ritékelni. Diffuse kit az nincsen, és várjatok, hiszen Bit, ez a molója nem tökéletes, mondom, hogy tökéletes, be tudok mellette walkolni. Na, itt három, csak két fegyverrel kéne összefutni az Eternal Fire játékosának. Wonderfruit nagy nehezen lekezelik, GL egyébként nagyon jó volt ez az USP-vel, nagyon jó sebzés rosszott ki. Nézzed a HP-kat, ez itt Bitnek csemege lehet, ime, mikor érkezik segíteni a társának. Nála nincsen nagy fegyver, nem tudta végül felkapni minden azt, csak egy Dezi. Ú, nagyon szép Bittől, a lobos ellenfelét el tudja húzni, Major is ugyanezt teszi, és ime most már fölkapja ezt az alkát, de nagyon kevés az idő. Nagyon-nagyon pittyeg az az óra is, Kalix, vagy csak Major nagyon jól fog ezt megjátszani. Ú, tudja, hogy ez csak egy fake. Újik Major, ezt nagyon jól játssza, meg nem lesz idő, ezt az 1v1-et már megnyerte. Az a kérdés, hogy melyik oldalon milyen fegyver jön ki ezen a ponton. Ime is belobja a törölközőt, nyilván tudja, hogy nem szedheti fel a bombát. Kimenti a kalast, kimenti a dezit, a nagykevót, a flash-t, de ezen felül egy echo-t kell beiktatni a Navinak, szóval könnyedén átveheti a vezetést az Eternal Fire. Pedig ez jobban nézett ki egyébként. Sajnálhatja most ezt a Navi. Nagyon jók voltak itt a flash-ek egyébként minden. Talán ez kicsit ezt a ritéket elkapkodtak, ez nem is riték volt, hanem... Hát ez nehéz, nehéz most egyébként belőni. Az viszont biztos, hogy érkezik az Echo, amit mondtál, és van egy kimentett AK, most is. Szóval az Eternal Fire továbbra sem tud hátradőlni. Igen, nem teljesen veszélytelen, bár... Most nem pot váltanak középen legalábbis. GL. Gyönyerű fej. Na látod, neki, neki kellett volna ezt a Dezit odadobni Alexibnek amúgy. Igen, neki vannak azért igazán emlékezetes megmozdulásai a sivatagival. Tovább mennek egyébként árakó fele, ahol három védő is setupolva van. Wonderful is feje. Ajaj, ez probléma, ez nagyon nagy probléma most a törököknek. Nem lesz ebből semmilyen 8-7. Legalábbis az Eternal Fire javára semmiképp. Elix 1v4-ben, pisztolyban nagyot ment, ez nem egy megoldható szituáció. El is teszik az íra a pontot a navisok, és ezzel a majdnem echo körrel tudnak visszavágni a törököknek. Hát ez nagyon fájdalmas. Fájdalmas, hogy még az előző kört nagy nehezen kimatekozták a törökök, és most, hát ezzel lehet mit kell? Imádom ezt a pofát. Egyébként a lehet ezzel bármit kezdeni most, amit JL itt egyébként intézett, mindent. Keveset, ez biztos. Négy darab CT játékos értett túl. Négy. Úgyhogy a bankot is lehet majd építeni. És túl adom, hogy forszolni kell. Lehet, hogy ez a kör most azért nagyban eldöntheti akár a pályát. Nyilván egy kicsit előre szaladok, de ez ilyenkor mentálisan sokat dob a labdába, hát meg ugye pénzügyileg aztán meg főleg. Hát... Igen, csak pivot pont lehet ez a kör. Főleg így Bit duplázik. Nem nagyon van válasza egyelőre az Eternal Fire-nek. Az a gránát is jónak néz ki. Minusz fél HP Voxiknak. Négy, sőt itt van mind az öt Navi játékos egyébként, teljesen átrotált mindenki. Most azért elkezdenek vissza-vissza koszogni bérakó fele, hát hogyha ugye sötét fele átrotálnának a ők játékosok, de azért két védő ugyanott marad árakón. Ugyanazt a vonalat, ugyanazt a szöget tartják így GL-ék, Bitnek megvan az első.
És akkor GLA lehet a következő kontakt meg, Wonderful is megérkezik, ez egy sima dara a végére. Lehet, hogy egy flawless kört is láthatunk ráadásul. Nem csak lehet, egészen biztosan 5 túlélő játékos Navi oldalon. Megszerzik a 9. körüket, és ezzel együtt több mint valószínű, hogy a 10. is jön, hiszen egy Echo-t kell beiktatni az Eternal Fire-nek. Igen, hát ugye erről beszéltem, hogy most megnézzük, végtelen pénze van mostantól a Navinak tulajdonképpen. Eddig is sok pénzük volt. Most még jön egy Echo. Hát Alexibnél ugye még van egy beszorult Galil. Ezt később akár el is dobhatják, olyan luxus van. Jó, nyilván ez túlzás, de... ez már nincs messze a Navi, főleg ha megnyeri ezt a kört, már pedig nem nagyon látok arra esélyt, hogy itt ezt elbukják. Amikor ők nyerték azt az Echo-t, ugye két kör ezelőtt, azért voltak Dezik, meg nyilván véd oldalról. Nagyobb esélyed van Echo-t nyerni. Könnyebben lehet beleszaladni egy-egy fejesbe, egy-egy stackbe. Támad oldalról szinte nullához konvergál. Főleg glockokkal. Semmi juti. Semmi upgrade-elt pisztoly. Hát itt igazából kivárnak az Eternal Fire-osok, próbálják itt a gránátokat kihúzni a Naviból. Hát hogyha minden egyes eltelt másodperccel kidobnak egy füstöt, kidobnak egy molotovot, hogy legalább annyival több pénzt kelljen költeni a Navinak. Az a minimális különbség is számíthat majd a későbbi körökben. Wonderful koppan azért. Na, ez tudod, hogy erről beszélünk itt fél percig, aztán megnyeri a full Echo-t az Eternal Fire. Hát azért megenném a papucsom. Főleg így 4v5-ből. Most már vége a nyárnak, úgy sincs rá szükséged, úgyhogy azért mondom ezt. igen, most már feláldozható. Ajaj! Kop! Ki van ott? Igen. Igen, már nem. Hát... Major sem. Úgy néz ki, hogy azért a Crossfire az elég erős lesz. Na még azért ott Wonderfulnál is bekopogtattak még egyszer. Lekerült 15 HP-ra. Azért itt egy minimális ekonómiai kárt tudtak okozni, de a körgyőzelem az maga biztosan a Navinál landolt. Látok, hogy GL nem örült neki, nem értette, mi történt. Alexib nem tudta azt az alkát felkapani, hiszen ő B-védő volt. Így nála továbbra is ott a Galil a kézben, Wonderfulnál ezen ott van a távcsöves. Tényleg eszméletlen luxus, egyébként Navi még jó pár körig fogja majd tudni itt vásárolgatni a szettet. Most az itene felnek fel kell kötni a gatyát, hiszen úgy kéne ezt a pár kört itt, jó pár kört még itt abszolválni, hogy közben kevés ekó lesz az ellenféltől, vagy sem ennyi. És Wonderful lesz itt tesztelve. Ez nagyon jó ez a setup. Így annyira nem. Mit is csak egy killig jut, és Wonderfulnak sincs túl sok életerőpontja. Visszebb is vonul, szám szerint egyébként 16. Azonban lelassulnak így a törökök is, és GL próbál inkább egy kis mid-agresszióval counterölni. Major jön másik oldalról. Na, píkel, de GL-nek ez egy előnyösebb szög. Meg is van az ember, hogy megint csak a Navinak. Na, Wonderfulnak kell vigyáznia, nyilván egy golyó neki is elég, de elvéti a lehetőségét. Egy hiba az ukrán mesterlövésztől. UGL, illetve IME setupja nagyon-nagyon erős. Voxik az egyedüli túlélő, átvált az AWP-re. Vakon befregeli GL-t. És látnia kellett, hogy honnan jött a flash. Ablakon dobta át ugye Alexi, de nem olvasta le, vagy nem látta pontosan Voxik. Alexi pedig túl gondolja. Na most meghallja a csippanást. Voxik viszont nem vagyok benne biztos, hogy számítani fog arra, hogy hátba érkezik Alexi. Ez egy sima frag. Így Alexi, na jó, azért egy kicsit ijesztően nézett ki. Pont fordult Voxik, de fegyvert is váltott, szóval Alexi azért kontrollálta a szitút. 11-7. Tovább növeli az előnyét a Navi az Eternal Fire-nél, meg öröm legalább az ürömben, hogy a bomba lekerült, szóval tudnak majd a nagy lose bónusz mellett vásárolni. Nem vágta ezt a flash-t egyébként Voxik. Nagyon úgy néz ki, ugye Alexi meg arra számít, hogy ellenfele számít rá. Pontosan ezekért, az okokért, amit te az előbb mondtál. Egyébként ez a flash, az inkább nerfölte a GL-t, mint sem segítette. Nyilván a timing az pont nagyon rosszul jött ki, de hát... 11-7, most itt úgy látszik ilyen Galil per AK vásárolgatások lesznek itt T-oldalról. Hát ez sok csoda kéne, hogy ezt a pályát behúzzák innen a világ első ellen. Én ezt így látom. Nyilvánvalóan kedves nézők is valószínűleg. A következő pálya pedig Mirage lesz.
a Navi-nak a választása, és ott egyébként már itt Dogi a felvezetőben túl dicsérte itt a Navi-nak a mirázsát, úgyhogy ha ez így halad, akkor ez akár lehet egy könnyed 2-0 is. Bizony. Azért itt a végét megvárnám. Mégiscsak támadó favorizált ez a pálya, noha ahogy te is említetted, nem maradt olyan sok utility az Eternal Fire neve mellett ebben a körben, illetve ugye, hogy meglegyen az a minimális, ahhoz is a tűzerőből kellett lejjebb adni azokkal a galilokkal. De nem veszélytelen egyáltalán. Ketten setupolnak egyelőre középen, török oldalról Picardia tartja B hosszút, ketten pedig itt vannak A main előtt. Úgy néz ki, hogy elfele kezd el építkezni az Eternal Fire, egy splitet kezdenek megalapozni. Bombával itt vannak a bejáratnál. Santeres marad egyedül egyébként midlurköm. Ő jöhet majd az elvédelem hátába. Az első set utility, amit eldobtak, lejárt, bár ugye jött egy counter smoke a CT oldalról is, és ahogy az elmúlik, akkor fognak bejönni a törökök. Underfullnak nem jön össze, és Vicardia tud dublázni a túloldalt. Hát ez nem volt most a legjobb itt az elvédelemtől, maradjunk annyiban. Talán itt két tűz közé szorulva kicsit talácsnak voltak a Navi játékosai. És hát még messze van az a úgy egy lépéssel messzebb került ez a mappont. Jól előre rohantam egyébként ez a gyors 2-0-ban, miközben ez a pálya nincsen lezárva. Imék egyébként akár vadászhatnának is, Alexinek majdnem 10 000 dollár csücsül a bankszámláján. És egy picit vadásznak is, nagyon úgy néz ki. Főleg itt az előbb említett úriember, egy kill összejön neki. Ez már is jó, és még megy tovább, éhes még a finn. Figyelj, még bőven lehet. Egyébként Voxik nem jönnek tovább, nem fognak ott felrobbanni, de ha van, lenne egy gránát. Lehetne egy dózia gránátot oda bedobni. Egy flash azonban van, nagyon jó. Alexi egyet tud ölni, és az idő lejárt, amiatt több már nem lesz. És így a legkárosabb, vagy hát a legértékesebb zavait nem is kerül elvenni. Hát hiába a körgyőzelem nem tud bankot építeni az Eternal Fire így. A három túlélő játékos igazából a kötelező, amit tudtak tartani. Nincs egy-kétezer dollárok döntött többségében. Mindig legalább a teljes fegyverzet megvan, nagyon sok hiba lehetősége úgy sincsen itt Zantereszéknak. Navi oldalról még azért maradt, no meg pénz a bankban az is. Itt is tudja venni magának, AVP is lesz. Meg hát ugye nyilván könnyítettek magukon azokkal a kimentett fegyverekkel is. Szám szerint hárommal. Ami három, az még a differencia a két csapat között. Még mindig azért elég kényelmes poziban, a nyerekben érezheti magát a Navi. Valamint ezen felül csak kettő körre van szükségük ahhoz, hogy elvigyék ellenfelük pályaválasztását. Jól látni egyébként JL kezében egyetlenül M4 A4-eset, ugye abszolút nem meta mostanában, de nála még azért ott van. Tulajdonképpen a Cséről egyébként mindig el lehet mondani, hogy keveset változik a meta, de a M4-eken mindig változgatnak az évek során. Nyilván, az imének egy elpazarolt gránát, tulajdonképpen nem jól időzítette most a füstrenátját. Mindig arra akartam kikadni, hogy legalább az M4-eken folyamatosan változgatnak, és akkor olyan, hogy balansz, nem tudom mikor volt utoljára. De ha segítesz, akkor kitaláljuk, lehet, hogy soha. Hát valamelyik M4 igen mindig favorizált. Jó a flash mid-e, de Voxik antizott. Voxik antizott, és jó temben pékelt vissza, ahogy jött J-től az agro. Marad az ember előny így az Eternal Fire-nél. Meg még egy kis terelés. Sötétbe. 2-1-1-es védelem, ami hát átalakul inkább egy 3-1-0-ássá, hiszen B-t most rotált CT-n keresztül B-rakó fele. Pesztekkelik azt a B-t, úgy néz ki, hogy lesz ebből egy gamble stack, meg Alexi doppol. Ezt hallaniuk kellett volna.
Boxik még dobálja a gránátokat, Kalix visszatart. Csak pukja a gunfightot, Voxik most már lokkolja ezt a szöget, Alexi ezt hallotta. Nem biztos, hogy meg tudja nyerni a VP ellen a párharcot, nem is fogja. Foxik lokkolja tovább is vizet, imét is lekapcsolja, ez most szép megoldás a törököktől, csak Foxik. Okay. Foxik óriás itt megy. És elmehetne akár az észre is egyébként, négy frag a neve mellett ebben a körben. Wonderful viszont köszöni szépen, ő ebből nem kér, megpróbálja kimenteni ezt az AWP-t ismételten. Hát ezt Wikardia nem szeretné hagyni neki. Érkezik már CT kezdőről ellenfele, de lehet, hogy inkább Bérakó fele fog tisztázni, mint sem templom fele. Így úgy néz ki, hogy a mentett VP az ott marad Wonderful kezében. Egyébként nagyon szép megoldás volt ez a counter flash itt JR-re, Voxik nagyon nagyot ment. A legszebb egyébként először arra gondoltam, hogy kicsit türelmetlen azért Pikerre Voxikra, de igazából csak időt akart a csapatának, csapatársának ugye, hogy őre már ne számítsanak, hogyha ő korábban bepike, ugye hát ha nem számítanak a még egy körös lörkre, de Voxikat nem lehet ilyen könnyen átverni. És habár ezen a meccsen hibázgatott azért bőven, úgy látszik most feléledni látszódik. Na, feltúrtam gyors most az EPL statisztikákat. A fregek melyik fiókban volt? Hányos számban? Annyira nem vagyok old school. Online formátumot nézem. A hangtompított M4-jel A1-jel volt a fregek 18,5%-a, míg az A4-jel 4,8%. Szóval gyorsan osztok, szorzok. És... aha. Olyan, majdnem négyszer. Is jó vagy, Dogi. Hát, figyelj, hogyha ott a számológép, amit segít nekem, akkor bármit. Egy gyors Google keresés. Egyébként majdnem négyszer annyi frag történik A4-jel. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy négyszer annyi... vagy A1-jel pontosabban hangtompítottam. Mindegy, majd visszatérek erre a gondolatra. Bit. Hát növeli itt az A1-es fregek számát. Akkor most talán befejezhetem. Majdnem négyszer annyi frag történik egyébként az A1-essel, a hangtompított verzióval. Még azért nyilván nagyon, vagy az előnyös az A1-el, hogy olcsóbb. Szóval akárhogy is nézed, legtöbbször könnyebb így az MR12-es rendszer miatt megvenni azt, hogy legyen mellé aztán full utility, meg mondjuk harmadik, negyedik körben is, hogyha veszel, akkor sem igazán, ha A4-et veszel, egyszerűen kevesebb gránátod van sokszor. Lehet, hogy csak egy flash vagy egy smoke a különbség, de az is dönthet körről. Igen, de azért megvan. Hát igen, de ugye most az a nagy különbség Go-hoz képest, hogy ugye most már mindkét M4-ed is ott lehet a loadoutban. Szóval nem kell most már egyik mellett dönteni, még a map elején tulajdonképpen. Na de! Egy Santalex Peak! Pontosan Wonderful kapta és csővak egyébként IM is, úgyhogy ezt nem igazán lehet innentől megoldani, ha csak itt a kis turigálás nem megy annyira jól, Alexinek egész jól megy, és Ikádia volt kicsit túlságosan bátor, Bit fogja őt lekapcsolni 3-3, és ez a füstön keresztüti lövöldözés nagyon jól megy itt a fiúknak. Ez nagyon erős angle. Uff, igen, és az is Santeres is lelövi ellenfelét, hát itt megeszem a kapucsom, hogyha ezt nem így van. És jól indult ez a kör egyébként, és jól indult a kör a Navinak, és mégsem. Lépeget fel folyamatosan az itten a fel, hogy talán kicsit elkényelmesedett ez a Navi, ahogy én is tettem, amikor már 11 hétnél itt temettem őket. Viszont nagyon szépen feltámadtak, és egész szép comebacket mutatnak be, és kezd elfogyni végre a Navi pénze, hát végre, abban a szempontból végre, hogy ugye mondtam, hogy milliárdosok, na most ez... elfogyni látszódik, lehet, hogy túl sokat kaszinóztak, vagy ilyesmi. Hopp, Major örül ennek a körgyőzelemnek. Utolsó kör, amiben tudnak venni, és utána pont a legrosszabb körre fogyna el egyébként a pénz, hogyha ezt esetlegesen ellosszolnák, hiszen 11-11, és egy ekózni kell, és mappontra engedni az itterre fajot. Egyébként visszatérve, akkor térjünk még kicsit gyorsan vissza az ennélyesek, ugye azért nagy különbség, most nem kell egyik mellett dönteni, hanem ugye amikor sok pénzed van, akkor megveheted az A4-et. Is, ahogy egyébként ez JL tette. Pár körrel ezelőtt, amikor ugye píkelt.
Ez mindenképpen izgalmas módosítás. Hát igen, ez mindenképpen izgalmas módosítás volt ez a C2. Ajaj. Szép. Ez a fénysebesség lehetett körülbelül. Villámgyors. Villámgyors Wonderful, és aztán átfordul sötétre. Ezt a B támadás viszont elengedi teljesen az Eternal Fire, átfordulnak ára, aztán vissza B-re. Hát jó, itt Anubis viszont gyorsan lehet oda visszarotálni vizen keresztül. Csak most az a probléma, hogy hosszúról, B hosszúról nem érkezik senki egyelőre. Lehet, hogy Kalix majd vissza fog oda rotálni. De hát nagyon erős a setup-ét most a Navinak. Wonderful lokkolja sötétet, ime tud kontaktra píkelni, sőt igazából antizik a sarokban, Wonderful után nem hiszem, hogy imére számítani fognak. Alexi pedig a hosszú kontrollért felelős. Az a Molotov is nagyon-nagyon jó ütemben érkezik, értékes másodperceket nyer a Navi magának. És most fog érkezni akkor a támadás, Wonderful, egy Wonderful, még egy, összességében már három. Az észre is utazhat akár, ez pedig egy lehetetlen támadás így. Lehet, hogy inkább ki is fogják inkább menteni ezt Voxikék. Hátukban nem érkezik senki, ebből a szempontból legalább szerencsések, hogy vadászatot nem igazán indíthat a Navi, főleg a Molotov miatt nem. Kimentésre kerül így egy kalas, egy AWP, és amellé még talán tudják venni majd Kalixék. És kijön itt egyébként az utolsó időkérdés az Eternaltól? Szerintem az utolsó. Hát Wonderful ezt a kört elintézte tulajdonképpen. Itt az AWP-sek mostanában villognak. Voxikra is lehet gondolni ugye pár között. És Majorné csak egy Galil lesz. Márpedig, hogyha ezt a Navi nyeri, akkor meg is van a pálya. Az ellenfelének a pályaválasztása ráadásul. Illekben, ha amúgy, ha ránézünk, egész együtt mozog. Itt a Navi oldal kicsit talán Alexi van lemaradva. Túloldalt pedig Vicadia, ha killet, szimplán szigorúan a killeket nézzük, de egyébként talán Voxikot emelném ki az itten a Fireből. Nehéz persze egy pálya alapján most kiemelgetni játékosokat. Minden esetre csapunk bele a következő körünkbe. Ez epikus zenével sokkal jobb egyébként. Hív, sötét, kötő, e-box, ki hogy hívja, annyi különböző call-outot hallottam már erre a spotra. Kinek hogy tetszik, érkezik oda egy smoke. Háromfős B-védelem. Másik oldalon pedig megy az alapozás Xanteres-től. Egyelőre Voxik lokkolja Áményt. Lassú kör a törököktől ezúttal. A midet teljesen ott hagyja egyébként a Navi, igazából Wonderful tart vissza árakóról, ugye középre templomon keresztül figyeli azt a szöget, szóval igazából nincs vakfolt a Navi védelmén jelen pillanatban, és ez a háromfős B védelem is nagyon erős, ami leredukálódik négyesre, hiszen imét gránáttal a kezében csípte el Major, elég figyelmetlen volt most a román játékosa a Navinak, és úgy néz ki, hogy a törökök tovább fogják vinni ezt a B támadást. Jól teszik. Nagyon sok gránátot tudnak operálni, Alexi elől kirobbantják a füstöt. Nagyon jó döntés volt, Kalix tudja őt így likvidálni, és jönnek kéne egy csodát, kisebb csodát tenni, de inkább már a mentés felé talán kapizsgál, ha bár nem feltétlenül lenne kötelező, tudnak venni még a következő körben. Még nem kerül le bosfog, csak megérkezne bomba egyébként, és Kalix tehetősül lovos, és jelezt ott hagyja pedig. Átdobták amúgy ezt a bombát, szóval lehet, hogy nem tudta volna JL elkapni a bombás játékos. Igen, ez egy mentő akció. Itten a fej meg köszöni szépen, nem hiszem, hogy nagyon fognak akciózgatni. Habár ugye az utolsó kör fog érkezni. Hát a Major például futhatna azzal a Galilla, nem? Ja, igazából veszteni való nincsen. Szóval meg lehet próbálni, legrosszabb esetben dobnak a csapattársak egy kalát. És hát jó, mondjuk talált a földön egyet Major. De így is az utolsó körre, még ha két játékost el is veszíteni, az Eternal Fire tudnák venni. A Navinak viszont nyilván kellemetlen lenne, hogyha kihúznák egy vagy kettő méregfogukat, gondolva itt a nagy fegyverekre. Ha például most csak végigvezetve a gondolatmenetet, Wonderful nem ment AWP-t, az utolsó körre most nem lenne rá pénzük. Utolsó kör potenciálisan, illetve a rendes játékidőben fixen.
De abszolút benne lehet a hosszabbítás ebben az Anubisban. Igen, ezt nem vártuk volna talán 11 hétnél. Na de. Pénze nem fog múlni, a vásárlása nem fog múlni, ez biztos. Az előbb nagyon szép megkomponált kört láthattunk itt az Eternal Fire-t, ugyanezt kéne a törököknek megismételni, és akkor az áhított hosszabbításra elmenni. Mindenképpen szükség van rá, hiszen a következő pálya Mirage, ami elég erős pálya Navinak, úgyhogy hát nem akarnak itt búcsúzni az egyes seedtől tulajdonképpen. Nyilván nem szabad adni nekik előre ezt a Mirage-t, értem, de nagyon stabil ott a Navi, ez biztos. Statisztikák és a szemtanúk alapján is. Megint nagyon passzívak amúgy, szemtanúk. Igen, erre mondjuk valami bírósági ügy. Jobb szót is kitalálhattam volna, most ez jött hirtelen, jó? Légy szíves nektek egy kedves I don't know, vagy nem is tudom, hogy sikerült összekeverni neked az angol szavakat. Pár körrel ezelőtt közben JL megszerzi az entry-t. Ez nagyon jó lehet. Mit ne fognak itt berolni? És nem jön össze neki a kill, és érkeztek itt a Lexi Bék, de nagyon jó a vakító. Az úriember is már is megfordítja a török alakulat itt a pár harcot. Vikádiának nem jön össze ez az átpussolás. JL lovosan tudja spotolni Boxikot. Alix. Tengénen táncolnak itt a killek. Kolix eszméletlen fejet ver a lovos JL-re. 2v2. Egy VP és egy nagy fegyver áll szemben egymásra. Kolix biztosan meglátta imét. Rossz a timing, imet ugye az elcsípni, és Kolix duplázik le! Kolix, te jó Isten, nem az első ilyen megvillanása. Emlékezzünk vissza csak a második játékrész pisztoly körére. 5v5 riték, és ott is 4-est húzott a Glockkal. Nagyon kemény. Nagyon kellett Kalixtól, még a statisztikailag nem is a legkeményebb, de megvannak a pillanatai. Óriási 3K a végén. 1v2-ben maradt, de nem volt megingás. A részéről, hát akkor folytatás tiszta lapról, nulláról gyakorlatilag indulatnak tovább a felek. Nice try, boys, nice try. Come on. Guys, it's overtime. Don't fucking give up. Nice try. Nice shot, nice shot. Let's go now, boys. Need this fucking round. Hát Alexi pedig próbálja motiválni. Nem lehet szeretni. Nem lehet nem szeretni ezt az úriembert. Én azt a finn akcentust annyira imádom. Wonderful pedig teljesen vakon fregel. Alexit visszalövik, ahogy imét is sötétben. Wonderful az utolsó mencsvára ennek a bérakónak. Ott megvan egy. Visszajön a füst, de Zanteres pedig visszatúrja Wonderfult. Emberelőnyben az Eternal Fire. Kalix pedig teszi a bombát. Hát ez ott nem egy átlőhető fal. Nem M4-jel. Nem is ebből a szögből, igen. Negevvel próbálkozom majd legközelebb. Tantarász lelövi bitet közben. JL 1v3-on megpróbálja, de ez egy lehetetlen, mondom ezt én is közben. Nagyon rossz timing jön ki egyébként Tantarász, hogy JL azonban arra szerint, hogy mainben is van még egy játékos, és nincs is. Kalix rápikkel is. Az első hosszabbítás első kere ott landol a törököknél. Na, kinyílik ez a pár, az JL nem hiába fogja a fejét. Egy köre volt ahhoz, hogy kimessen WC-re, és most pedig itt hosszabbításokat kell játszani. Időkérésekkel, meg ilyenekkel, tudod? Elég gyilkos lehet. Főleg ahogy elbukták az 1v2-t Kalix-szel szembe. Na de, ahogy Alexi is mondta, ugye nincs semmi vesző itt az overtime. Nagyon szépen játszik az a török alakulat egyébként. Egy kérésnek eleget teszek chaten. Én is láttam. Piki, remek munkát végzel, köszönjük szépen. Figyelgetem, hogy aktívan dolgozik kedves moderátor munkatársunk. Innen is köszönjük az egész napos kitartó munkáját. Most nem vagyok benne biztos, hogy az első meccstől kezdve ő volt el... mondom neked? Betért felelős moderátorunk, de... Nem. Az elmúlt két... Várjunk csak, dehogy nem, elnézést kérek. Így van. Egész napos komoly munka, hát ez... Köszönjük szépen. Eszméletlen tempót diktál itt moderátorunk. Egyébként... No meg pici is, aki a rendezői székből nyomja nap eleje óta. Neki is egy nagy szívecskét, meg kitartást.
Hosszú ideig kell még ez a kitartás egyébként, nem, Dogi? Főleg, hogyha ilyen hosszabbításokba fogunk bele. Hát ha elviszi az Eternal Fire ezt a pályát, én biztos vagyok benne, hogy megyünk Decidőrre. Nem látom, hogy Mirást elvinnék bárhogy is a törökök. Én azt fixen odaadom a Navinak, de egyelőre érik a meglepetési tanú viszont legalábbis. Flash ide, flash oda. Ezt másodjára szívja be tulajdonképpen itt védő oldalról. Nagyon rosszul jönnek ki nekik ezek a flash setupok itt minden, ha jól nem hiszem, itt A4-jel próbálkozott még jó pár körre ezelőtt. Na de Wonderful tud ezt építeni. Wonderful-t átküldték, most Bérakor egyébként, ő végig ám volt. Hát jó pár körben ám volt. Talán nem számítanak itt VP-re, majd Bén. Vikádia lehet az első kontakt, de lehet, hogy nem fognak bepíkelni. De Zanter ezt fog a VP-vel. Hát jó, a low HP is hullott el így. Ez így talán még a legkevésbé fájó. Jön a püsrobbantás, ime. Sebzés van, frag nincsen. A bérakó viszont megvan ezzel együtt. Hát kapta a nédet is a tűzben. Ezt rosszul kalkulálta ki. Mit pedig jön sötétbe. Hát duplát kell fregelni, hogyha ebből bármiféle riték próbálkozást szeretnének. Más opció nincsen, de hát ez egy végtelenül nehéz feladat. Egy sem lesz. Letisztáz a Major a szöget. Alexi kapja a flash. Wonderful pedig ki lesz lőve Voxik által. Alexi belül egyet, nem lesz több. Major azonnal trédel. Az Eternal Fire pedig a 14. körét nyeri. Képpálya természetesen. Képpálya, úgyhogy nyilván az előnyös oldalról oldják meg ezeket a köröket, de probléma nélkül, ha lehet így mondani. De most egyébként nagyon sok olyan gunfightot nyertek meg, amit nem kellett. Például Major ezt el kellett, hogy bukja bit ellenében. Voxik eszméletlen pofátlan volt itt a füstáttolással. Egyben vannak egyébként most nagyon. És ha megnyerik ezt utolsó kört itt T oldalról is, hát elég nehéz dolga lesz a nőinek. És nézed, Alexi jó irányítóként feláldozza magát és dob egy AWP-t Wonderfulnak, de így nála csak egy MP9 fog jeleskedni. Hosszún, B hosszún játszik. Hát igazából ott B-rakon jól ki lehet használni azt az SMG-t. Akár hosszún, közelre beállva, vagy sötétben. Megvannak azért a jó szögek. Jóval nem féltem annyira Alexit. Eternal Fire viszont nagyon jól forgatja meg ezeket a támadásokat. Nagyon jó timinggal érkeznek ezek a PIMAS agresszivitások, amik igencsak jellemzik az ő játékukat. Gyakorlatilag már-már a védjegyük. Mondjuk most kicsit lassú ez a közép, illetve A-main foglalásuk. Elég időt adnak arra, hogy átzárjon Wonderful Heaven-re. Meg is nyitja a kört, JL duplán folytat. És a végén Voxik marad egyedül. Na, úgy néz ki, nem lesz hibátlan az Eternal Fire-nek ez a támadó oldala. Ha csak Voxik nem hoz egy 1v5-öt, amire azért nem látok sok esélyt. Egyelőre próbálja fédelni azt a füstöt, de ahogy kinyílik, vagy elmúlik, azért ide fognak pékelni. Meg a szkópolást hallani kellett. Wonderful nyeri a párharcot, 13-14-re szépít a Navi, innen fog jönni a térfélcsere. Hát így nem lehetetlen. Tippeim szerint most elmegyünk egy újabb OT-ra. Még egyre. Aztán még egyre. Te még egyre? Meg még egyre. Folytathatjuk egy darabig. És éjszakás műszakra. Taktikai időkérés az Eternal Fire-nél. Azt hiszem itt az első OT-ban már előtte a Navi. Yeah. Aki esetleg nem lenne tisztában a szabályokkal, minden egyes hosszabbításon belül egy-egy időkérést kapnak a csapatok. Nem lehet ezt átvinni a következőre, szóval ha olyan helyzetben vagy, igazából mindenképpen megéri ellőni, nincs értelme nagyon tartogatni. A 15-15 akkor onnan lenne még egy-egy a kettő csapatnak, és így tovább, ameddig ugye véget nem ér a mérkőzés minden egyes hosszabbításnál. Na nézzük akkor, az Eternal Fire átkerül védő oldalra. Navinak pedig támadóból kell megvillantania fog a fehérjét. Mind a kettő csapatnak támadóból ment egy kicsit jobban eddig. A félidők is 7-5-7-5-ös splittel mentek le.
D oldalra, valamint a hosszabbításban is egyelőre a támadó oldal tűnik favorizáltnak. Abszolút, három körre lenne szüksége a Navinak zsinórban. Köszönjük, behúzzák ezt a első hosszabbítással a, ezt a pályát. És kalaúzolhatnának minket tovább itt Mirázsra. Na de! Meg nyilvánvalóan lesz a Eaten a Fire-nek is ehhez egy-két szava. Tőlük mindössze kettő kell, háromból. Nyilván nekik van nagyobb esélyük. Nézzük, az első kör sokon fog múlni. Továbbra is itt BL5-i agresszió. E-Mass most lekapcsolja egy killereig. Wonderful nem engedi visszafutni Kalixot. Ez most nem jön össze így a törököknek. Hát, és itt valószínűleg Major körbe lesz futva. Vicadia fut, de ez bit... Vicadia jönne a segítségre, de ez bit biztos hallott, és Major lesz tesztelve. Egy killik se jut el. Vicadia nagyon jó ütembe érkezik, duplázni tud. Voxik! Wonderful Prick hibázik. Bocsát. Káprázik a szemem. Most ott lelőtte azt az enemy játékos? Nem lőtte le, hibázott, elnézést. De azt... Akkor én szemeim úgy látták, hogy rajta van a célkereszt, de... ezért tűnhetett ez a hallucináció. Vicadia eszméletlen milyen ütembe érkezett meg, nagyon szerencsés. Ütembe érkezőnek is Voxiknek ez a flikke, nyilván azt nem láthattuk újra. Hát ma ponton van az Eaten a Fire, Dogi. Bizony. Kettő lehetőségük is lesz lezárásra. Navinak volt kettő, úgy szintén még rendes játékidőben 12-10 volt. Ott a legnagyobb arányú különbség, legalábbis amikor már ma ponton volt a Navi. Hát most... Vice versa, kettő lehetőség a törökök előtt, hogy a saját pályaválasztáskon legalábbis kétvára fektessék a jelenlegi világ első csapatot, legalábbis ami a HLTV ranglistát illeti. Mi füst Ámén elé. Tartják itt a kontrollt. Törökök kicsit más a filozófiája az Eternal Fire-nek, legalábbis ami a védelmet illeti. Ára azért jobban fókuszálnak, és Pén csak kettő védő maradt. Wonderful lokkolta a szöget, de elvéti a lövését. A tűz miatt mondjuk nem volt egy egyszerű lövés. Aztán a másodiket, ez sem volt sokkal könnyebb. Nem is talál Alexi, viszont jó a lurk a fintől középen. Le tudja kapcsolni Kalixot, megvan a teljes középkontroll Navinak. Innentől kezdve akár Ára, akár B-re is splitelhetnek. Egy-egyes csere B-n, Major Fregel bit trade-el. Így Zanteres maradt az egyetlen egy B-védő. Hát ő elhullott, úgyhogy ő most már biztosan nem. És Bit egyébként Voxikot is lekapcsolja, akinek ugye a távcsöves volt. Vicadianek lehet jobb lenne szévelni, mondom azt én, de hát millió egy pénzük van. Úgyhogy meg fogja próbálni. Ha valaki, akkor ő megteheti, hogy sikerüljön. Főleg a Molotov tökéletes Wonderfulra annyira mégsem, hiszen továbbra is tudja tartani az engot, és rászóltak, hogy ne próbálja meg. Még kapcsán egyébként meg lehetne próbálni, nem tudom, hogy erről mennyire van info, de... Azért nem akarja, most picit nem esett le, hogy miért nem akarja, de a Kala miatt. Kalásnyikov, igen. Kalásnyikov miatt. Nem veszed meg CT-ből. Jó, igazából érthető. Valamit hát valamiért. Hát figyelj, hogy itt Wonderfoot ledrifteli, akkor két lovos ellenfellel kellett volna találkoznia, és még diffuse kitje is volt. Jó, hát... nyilvánvalóan nem szabad ilyenekbe belebocsátkozni. Kalasznyikov az bizony CT-ből elég erősen tud még csípni. Igen. Ahogy mondod, egy lehetősége maradt a törököknek a lezárásra. A VP setup jön vajon? Igen. Utolsó körben nyilván nem számít a pénz, meg lehet ezt próbálni. Ami a csövön kifér, kit, full utility, talán reték flash-ek is még CT-kezdőn, upgrade-elt pisztolyok. Ezzel fognak próbálkozni. Hát Zanteresnél olykor-olykor azért előszokott kerülni a távcsöves. Azt nézem, hogy Voxik maradt árakon, Zanteres pedig szokás szerint a B védelemért felelős. Hosszúra tart jelen pillanatban MVP-vel. Hát nyilván akkor kerül Galibába az Eternal Fire, hogyha ritékelni kellene. Két VP-vel, vagy hát amennyi marad, azért azokkal nem lesz egyszerű megkísérelni egy-egy ritéket.
Picardia pedig ott áll, mint bejáratánál közel azzal a kalával, azért oszthat majd rendesen damage-et, de úgy néz ki, hogy ezúttal B-re szeretne splitelni a Navi. Már pedig nem tenné olyan jól, hiszen három darab CT játékos, játékos van itt. Az AVP is itt tartózkodik, a Molotov jó egyébként, Major lehet lőni ellenfelét. Szerintem ez elég, Major duplázik, közben van még dupla kill túloldalról, a grát nagyon jó Wonderfult, majdnem elviszi, de íme lekapcsol ellenfelét, és lehet, hogy még egy hosszabbításra elmegyünk így. Keres Dogi, sajnos kár volt, ezt mondanom, ha csak Voxit nem teszi csodát, rá már nincsen füst. Molotov azonban van, eladja a pozícióját, úgyhogy megint mehet egy kört. Lurkre is számít, úgyhogy nagyon alapos úriemberről beszélünk, azonban nincsen mondjuk smoke-ja már, nincs egy fegyver, amit sajnos átvehet, fölvehet, úgyhogy török Eternifire fanoknak sajnos, a Navi fanoknak pedig szerencsére kevés esélye van lehozni ezt a kört, nincs már idő egyébként, hiába szép kill Alexire, kicsit még ő si tudja, hogy mit kezdjen ez egyébként. Tehát ez egy körülbelül lehetetlen szituáció egyébként ezt ritékelni. Bum. Na. Menjünk akkor dupla OT-ra. Alexi motiválja a csapattársakat. Hát, nem tudok most olyan okosságot mondani igazából. Zanterest. Verik kicsit az ideg. JL, ugye ő fregelt még tűzzel, ő szedte ki Zanterest. Hát kiszedték, kihúzták a méregfogát ott B-rakon gyakorlatilag az Eternal Fire-nek. PP-vel kiszedték Zanterest imének. Valaki szóljon, hogy egy klop van a kezében egyébként, és semmi más. Egy gyors play, nagyon agresszív a Wonderfult, a gránát a végső megállót fogja jelenteni neki, és ott van mondjuk JL, akire nem számít Major. Na, íme csak talált egy Kalasnyikovot egyébként, miközben Alexi bit JL, így jönnek a fregek, működött a midlurk, működött a B-pop, lehet tenni a bombát, ennek a körnek pedig vége. Elég gyorsan, rövidre zártak itt az első kört, maradjunk annyiban. Jó kezdés most ezt a Navinak, itt Theodorok úgy látszik minimum kettő körkel, és talán három is ahhoz, hogy megnyerd itt a pályát. Voxik megint csak nyom egy James Time-ot, egy füstje van még hozzá. Nagyon jönnek sajnos azonban rá. Ez így eléggé lehetetlen szituáció. JL kidobja őt a pályáról, és így újra kell vásárolni ezt a távcsőst a következő körön. Nyilván ennek akkor lesz majd relevanciája, hogyha a következő kört is nyeri a Navi, akkor kell kicsit jobban meghúzni a nadrág szíjat Eternal Fire oldal. Micsoda pattintott gránát volt egyébként a földről. Most még azért simán ott van a VP, Voxiknál, M4, mindenki másnál. Hát igen, láttuk ez a másik oldalra, igaz volt, na, Alexinál csak egy MP9-es volt, mit esti az AVP-t. Ő kapta meg minden bizonnyal egy jó spawn miatt nagy zöldet, de egyelőre ezt nem tudja kamatoztatni. Akító jó volt, átveszi a szöget. Hát vissza tudták zónázni legalább ezzel itt main közeléből árkóra, illetve oda oszlop mögé a védőket. Megy aztán a cserebere, ami Wonderfulnak jár, azt megkapja. Ő közben bit pedig kapja a Kalasnyikovot is természetesen. Az Antaroszék pedig kifoglalnak hosszúra, a Time ellövi magát, közeli pozikat legalább le tudják tisztázni a törökök, és ez azért elég sok infót jelent számukra, tartják a két fős ávédelmet ezzel együtt. És hát Voxiknál ott van az entry, és megynek tovább, de Wonderful ezt most lekapcsolja, Vicadian a világszem, egy kill se jön neki össze, Wonderful noscope-pal tudja őt kiiktatni, és íme itt a rotát is elvághatja akár. Egyébként Zanterre számít erre. És egy kis kevés damage-ig jut. Major le tudja őt fülelni, hát nézzük a pénzeket. Ezt a kalast, ezt lehet ki kéne szévelni, mondom ezt én, de 2v3 abszolút próbálható, még így már mondjuk nem. És nem is lesz szévelve ez a kalas. És
Hát Blade is elismerően Sigma fejezett ott a háttérben. és így igazából 2x2 a navi oldalról, és egyre most egy kicsit messzebb került Major Ektor ez a pályagyőzelem. Talán boxik volt itt, túl éhes még egy kire. Nehéz megmondani. Azt hiszem biztos, hogy Vikádi ideges, és hogy a Navi egy körre van attól, hogy flow lesz T-side-ot jön itt a második overtime-ba. Mert egész jó esélyek vannak. Na most azért erősen szellős az Eternal Fire vásárlása. Három játékoson nincs kit. Kalixnél csak egy MP9. Jail-t nem fogják letisztázni. Zantares 2. Line-up voltak előtte. Ez egy elég amatőr hiba most így a Navitól. Nem csekkolnak le egy ilyen alapszöget. Hát itt igazából kudarcba fulladt ez a támadás, így a füst miatt nem tudnak semmit csinálni. A gránát még le fogja sebezni Zantares, de 25 HP mínusz az nem a világ vége. Meg is tud szökni, aztán arról a poziról Zantares. A Navi pedig dupla ember hátrányból kell, hogy valamit kitaláljon megint csak. Hát igen, ez nem lehet rossz, ha midre mennek, és akárhogy is nézem, Vikádia van egyedül csak árakon, ha őt kill nélkül sikerülne likvidálni, akkor lenne esély itt még a körben bőven, ha itt Vikádia egyet elhúz, akkor már valami kevés. Onnantól kezdve egyébként Bit nagyon jó ütemben nézhetne ki Majorre. Alexi Bék valószínűleg arra várnak, hogy ez nagyon szép Alexi Bék elterelik tulajdonképpen. Úristenem. Mondjuk ezt hallja Major. Most már realizálni fognak, csak nem tudom Bitre mennyire számít. Hát számított Major, de buki a párharcot. Alexinek viszont rossz a timing, az Antares őt oldalba lövi. Templum Raid Smoke, ejj, Voxic hiba. Le tudja tenni így Wonderful a bombát. Bit lefüleli Voxicot mindeközben. Sötétben Vikádia elhúlik Wonderfultal, ez egy gyönyörű lövés. 2v2 marad végezetül, B hosszúról érkezik Kalix. Wonderful erre nem számít. Ez egy sima frag Kalixnek, és Bit 1v2-ben sejti, hogy templomból jön az egyik, illetve a B hosszúról van fix info. Zantares is ellépi most már, és Zantares nyeri a párharcot. Hát majdnem eldobták ezt a törökök. Nagyon-nagyon közel járt a körgyőzelemhez a Navi. Hagyjuk meg, ez főleg a Bit Wonderful párostól egy gyönyörű próbálkozás volt, de a végén Zantareséknek sikerült a korrigálás. Köze volt hozzá egyébként, hogy Wonderful csodát, de nyilvánvalóan nem számított Kalixra, aki hátból érkezett. Bit egyébként ő is nőtt ment ebben a körben, és kettőt kéne most védeni a Navinak, hogy hármat betámadni ahhoz, hogy csak itt próbálom itt a számokat helyrakni itt az én fejemben is, hogy 19 nyert körülben a második overtime, 18-18 esetén pedig vagyunk a harmadikra. Elég izgalmas első pályát hoztak itt nekünk a csapatok. Nem is mondtam egyébként, hogy magas színvonalú mérkőzés lesz, de nem számítottam egy bit az első pályán egy hosszabb OT-ba. És ilyen hosszú meccsbe fogunk belenyúlni tulajdonképpen. Nagyon, nagyon pozitív meglepetés az Eternal Fire eddig ezen az eseményen. Számomra legalábbis voltak azért szép eventjeik, ahol elég sokáig meneteltek. Elég mondjuk a Majorre visszagondolni. Top 8. De egyelőre nem buktak még mappot egyébként LPL-en. Ugyanez mondjuk a Navira is igaz. Mondjuk nem a legcombosabb ellenfeleket kapták, ez mind a kettő oldalról elmondható. Ugye az Eternal Fire FlyQuest-et, illetve Sangat 2-0-ázott, míg a Navi egy Lean Vision-t, valamint egy NIP-t. Jóval azért igazi hát erőpróba. Igen, nem az a legelősebb csoport, maradjunk annyiban. Igen, az igazi erőpróba az most van mind a kettő csapatnak, és egyelőre egyáltalán nem okoz csalódást az összecsapásuk. Hát ugye valaki pályát fog veszteni. Az a kérdés, hogy ki fogja ezt először megtenni, ki fogja csak megtenni. Santeres nagyon szép ki, a Jailnek nem jön össze azonban most. Az M4A4 előtt a duplázás, vakon lelövik Bitet, pedig nem volt rossz elképzelés. A 2v4-et pedig ember legyen a talpán, aki meg tudja oldani. Wonderful is ime nem valószínű, Wonderful talán ezt a távcsőest érdemes lenne kimenteni, és hát...
Nagyon tészágyidezom a pull látszik, azért egyeket itt nagy szerencsével bevédenek a csapatok, vagy nem nagy szerencsével, de legalábbis kínkeservesen. Kimentés mellett döntenek végül, Ime is az M4-et úgy dönti, inkább kimenti, az a biztos, ha végig tudják venni, hiszen most már az összes OT-kört is látni fogjuk. Itt a második OT-ban. Az biztos, az a kérdés, hogy valamelyik csapat innentől kezdve a következő két kört meg tudja nyerni. Nagyon szép dupla entry volt Zantarestől. Jó volt a support utility majortól, és ő még ott hagyta a fogát, de Zantarest őt is azonnal visszatrédelte. Ezek a kirobbanó agresszív píkek, amik jellemzik az Eternal Fire játékát, ezek nagyon jól működnek a Navival szemben. Sokszor tényleg ilyen mini, mikro dolgokon múlik az egész, egy egész kör, hogy most az elején mondjuk JL bukta a párharcot, nem is JL, Alexi bukta a párharcot, utána pedig hát szétesett az egész védelem, meg kellett bontani az árakót, és ugye Bit rá volt kényszerülve arra, hogy valami plate. Let's go. It's fucking equal, let's take this fucking map. Yes, we can easy tag it. Tehát, hogy Bitnek is kellett valamit húznia ott A-mainben, azért tolta át ilyen vakmerően a smoke-ot, mert jöttek már a hátába midből, vagy midről valamelyik szöget meg kellett próbálnia kitolnia, nem működött, igazából lépés kényszerben volt. Na hát most támadóból még az Eternal Fire van lépés kényszerben, ha úgy nézzük, nekik kell betámadniuk valamelyik rakót, a sötét kontrollt megszerzi Major, a CT Molly pedig nem fog ide bespreadelni, sőt, Ime még saját magát sebzi egy kicsit. Nem biztos, hogy a sarkot le fogják tisztázni, de oké, jó, tisztában voltak vele. Azért pracolnak eleget, hogy tudják, hogy azért az a CT Molly nem a legmegbízhatóbb dolog. Megvan egy nyitó a Navi oldalán, Ime. De Santarest ezt egyből visszatrédeli. Ime visszaadta az entry-t, egy kicsit ez az érzés támad bennem. És ez így általában kerülnek elég erősen, és hiába sok védő és bírakó. Nézd oda, szétcsúszik a Navi védelme. És Wonderful hiába jut egy killig. Oxikot tudja lekapcsolni. Na viszont ezt nem érdemes menteni. Akár úgy is számolgatom. Igazából lehet nem érdemes menteni, viszont megpróbálni esélytelen körülbelül. Huntolni nem érdemes. Pontosabban igazából KD-re tud menni mostantól Wonderful. Hát még statisztikákban jobban mutasson. Értékes másodpercek esetleg Alexinak, hogy átgondolja itt az utolsó, potenciális utolsó körre a védelmet. Igazából... Hát ezt a Navi kiengedte kicsit a közökből, bocsánat, igen. De most eltűnődtem Imének a píke mennyire volt okos. Igen, egy kicsit felelőtlen volt. Hát, hogy valami support utility kellett volna neki, hogyha így vissza akarja foglalni sötétet. A Bit jött megint csak álmainkből, de hát ez egy nyitott könyv az Eternal Fire-nek. A Bitet nagyon-nagyon sokszor tudják büntetni ott álmainben. Miden és le tudják bontani ugye a setupot, amit Alexiék építenek fel, és hogyha Alexi arcán ezt látod, hogy fogja a fejét, az sosem egy jó jel. Hogyha ő és JL elveszítik a mentált, akkor baj van. De még azért nincs lefutva, ez teljesen egy lehetőség ezúttal a törököknél a lezárásra, és egy B-pop fog érkezni, ahol csak kettő védő maradt ezúttal. És Vikedek, nagyon szép az entry, Imének kéne egy csodát tenni, egy kill megvan ez! Bocsát, egy kill megvan, Santarest le tudja őt lőni, nem számított Ime, hogy én gyorsan megkerülítottam ezt ellenfele. Nagyon jó ütemet, Vika Bit, egy, majdnem kettő! Wonderful T tud trédelni, Kalixusban lovos lett. Bitnek sikerült őt lefregelnie, JL. Lelövi Kalixot és 1v2 Majornek a mappért. Spotolják. Nem ő a legjobb itt KD szempontjából a törököknél, és van bomba a füstre, van moló rá. Hát ez... Dupla moló van rá. Nagyon rossz helyen túrja a füstet is. Úgyhogy Dunavi megoldja ezt utolsó kört. Igen, még a kommunikáció sem volt tiszta egyébként, mert alapra túrt oda bele a sarokba, de kitették sötétre egyébként a bombát.
Hát elcsúszott most ez az afterplant az Eternal Fire-nek, pedig alapvetően a hívás nagyon-nagyon jó volt ez a B-execute. Ugye imád még fregelt egyet, utána viszont visszatrédelték, és ennyi volt a B-védelem. Az volt itt, ami megmentette a Navit, ja. Hogy nagyon-nagyon gyorsan megérkezett Bit a rotán, és mögötte Wonderful. Nem lacafacáztak egyáltalán, ahogy jött az info, hogy repülnek a gránátok, B-re egyből elkezdtek flankelni. És ott ugye Bit Vicardiát lelőtte, trédelték őt, de hát a tréd meg ugyanúgy megvolt Wonderful oldaláról is. Végén pedig GLA volt a záró akkord. Szépen megoldották azért ezt a navisok. Igaz, hogy pengélyelen táncoltak végig, egy hajszálon múlt, de megmentették, így jöhet a harmadik hosszabbítás is. Őzzétek a kávét, kedves nézők, ez egy maraton csapás lesz. Első pályát tekintve mindenképpen. Az biztos, hogy egyenlően nem bírnak egymásra csapatok itt a hosszabbításban. Ugye a rendes játékidőben a Navi majdnem megoldotta. 11-7 is volt nekik. Majd úgy nézett ki, hogy össze fogják tudni szedni magukat, és megnyerik ezt a párharcot. Pontosabban nem párharcok az első pályát, de az Eternal Fire hambaikból feltámadva sikeresen visszahozták ezt a pályát, és itt a hosszabbításban rendre 2 támadnak, 1 védenek a csapatok általában. Sőt, nem is általában, eddig csak így volt mindkét oldalnál. Na de lesz a változás, JL duplázik, 33 killnél jár, nagyon ütembe is jó flash érkezik, Alexi is, van rá tejét, 2v3, Imének nem kéne ezt ember hátrányt visszadni, jól tudja ezt ő is, hogy kicsit visszább is vonul, ki fogják őt zónázni, jaj, zónázni a török játékosok, és Alex nagyon agresszív. Jön a Molly, elhulik ki meg, Jézusom, Wonderful, a tűzzel aztán Major visszatérdel, és Majornek megvan az utolsó frag is. Hiába nézett ki kiválóan ez a Navi védelem, valahogy Major egymaga megfordítja ezt a kört, így a 19-et viszi el immáron az Eternal Fire. Ezt a Wonderful povjából szívesen látnám. Wonderful nem ennyire bal szerencsés volt utána, hogy ott van egy beugró rész templomban. Igen. És nem tudott kiugrálni a sarokból. Jaj, minek tették azt oda? A map designerek kérdezheti magában. Egyébként Centres ez okkal foghatta a fejét, hogy hátrafele ugorva, így lefele... Noscope-pal, nagyon fájdalmas lehetett. Kelix kapta azt a lövést. Tantaresz még az elején halt meg GL-től, de mindegy, a reakciót lehet, hogy az váltotta ki. Hát, haladunk itt a kettő megnyert támadókörös tendencia felé továbbra is. Úgy néz ki, hogy ezt nem lehet, ezt a sormintát megmondani, hogy Bit leugrik hídról, úgy viszont ezt hallják végig egyébként. Alexnek legalábbis hallania kellett, de nem fogják húzogatni a cica bajszát, hárman is tartják azt a smoke-ot a navisok. Upper-re kell Bitnek figyelnie, és nem hiszem, hogy azon a pozin ott víz mellett ott maradna. Elég életveszélyes, könnyen le lehet azt tisztázni. Egy ilyen kör elejé agróra jó, ha meddig tart a füst, de utána egyből vissza szoktak jönni a CT-k, és ezúttal sem lesz ez másképp. Igen, és arra jó volt a Navinak ez a kis akciója, hogy teljesen belassította az Eternal Fire-t érthető okokból. És egy percen az órán is tulajdonképpen alig van területük a pályán. Na majd most, ez egy kritikus párharc. Wonderful túléli, de nem jön össze neki a frag. Ez a gránát, ez vajmi keveset ér. Semmi össze a frag Wonderfulnak, érdekes. Na a következő gránát már egész jó. Vicardia most már elég kevés HP-n. Wonderful megint hibázik, azonban a legszibb, de tudja őt ellenfelét lőni. Kijavítja társa hibáját, és Bit nagyon jó ütembe dobta ki egyébként ezt a molotovot. Nagyon jó zónázza ki, Wonderful most, ha nem hibázik. Úgy látszik, hogy megvan az egy védett CT oldal. Nagyon jó a flash is. Ó, de szép. Ó, de finom. Jaj, de finom. Ez a tankönyvbe illő flash volt most itt, amit Bit kapott a társától. Megvan az egy CT, akkor lesz a második. Ez lehet a crucial pont. Nagyon úgy néz ki. Igen, ahol megtörik a jég, lehet, hogy ez az fogja elvinni a pályagyőzelmet.
Próbálkozik az Eternal Fire különböző körökkel, volt már gyors B, volt mid foglalás, volt A kontakt, sötétek is tékeltek, szóval itt azért szereti Major megfűszerezni a stratbookot, vagy stratokat. Most a Navi ugyanazt az agro süti el nagyjából, csak nem hídról, hanem sötétből foglalják a területet. Major lebuktatta őket, viszont a lépcső smoke még ott van, de Major lépteit pedig ott Bit egészen biztosan hallotta Árakónál. Igazából extra területet nem igazán sikerült szereznie a Navinak. Entryt sem tudtak, igazából Major kapott egy kisebb mennyiségű gránátsebzést. És akkor mehet tovább az alapozás a törököktől. Igen, és fontos kör, hogy említettük, Navinak kellene az a kettő CTV. JL megint is a M4-esével, nagyon szép frag ismételten, lesz a harmadik, ott is van. 36 killen jár az öreg ember. Lesz a ész, négy. Nagyon nem pedig az észre. És hát JL, ez most megint csak kevés kivetni valót hagyott maga után, maradjunk annyiban, és fogja voxik a fejét. Ez lehet talán itt a elválasztó pont, hiszen kettő körbe vittek a Navi játékosai. És a JL ezt a formát, amit az elmúlt két körben itt művelt, igazságot beszélek, az egész meccsen, amit művel, most itt ez folytatja a T oldalt, és akkor meg lehet ez a kettő betámadott kör. Hát megtört a jég ebből a szempontból, de most ugyanazt hoznia kell a Navinak, amit már megtettek az előző kettő hosszabbításban is. Szóval egyáltalán nem lehetetlen. Kell teljesíteni azt, amit már korábban megcsináltuk. Most nyilván nagyobb a nyomás abból a szempontból, hogy azért magukban érezhetik a győzelmi kényszert. UJL nagyon jól játszta meg ezt a sötét pozit. Bitél a frag, de nem oszt, nem szor. Az Zanteres viszont nem tisztázzák megint. És Kalix is kisegíti a csapattársat. Jön a Moli, de hát az nagyon későn el tud ugrani. Zanteres jött a csapattárstól a smoke. Nagyon szépen játszotta meg ezt a szitut most a Kalix-Zanteres páros. Annak ellenére, hogy ott korán, nagyon korán elveszítették Majort. Zanteres dobja a Molit. Alexi próbálja átolni a füstet. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. Nagyon úgy néz ki, hogy itt az Eternal Fire is megnyeri az első CT körét. Hoppá! Nem volt rossz ez a próbálkozás Wonderful-tól, de nem jön össze neki a kill. Hát ez innentől az a kérdés igazából megint csak, hogy Wonderful hány kill tud behúzni. Talán nem lenne butaság kiszélni ezt az AWP, de ez esélytelen, főleg, hogy itt a hátába is érkeznek Voxik szemében. Így van, egyenlít az Eternal Fire. Ez örökké fog tartani majd egy olyan érzésem. Ami persze igen, nem feltétlen probléma egy ilyen két nívós csapat esetében. De nagyon nem bírnak egymással felek. Negyvenegyedik kör. Itt ugye lehet, hogy még csak Anubis felénél tartunk. Na, Wonderful. Belövi az entryt. Hát ha jön az a tendencia, hogy lesz kettő támadókör, akkor a Navi lezárhatja egyébként ebben a hosszabbításban. Nyilván az, hogy nyerte kettő CT-t, azért az elég nagy fegyvertény, de közel sem garantálja a győzelmet. Sőt, Kalix visszadobja Alexit a gránáttal, pont ahogy a Finn készítette a molotovot. Így hiába volt meg az ember előny, gyorsan vissza tudja azt egalizálni az Eternal Fire, és Zanteres a lehető legjobb ütemben tolja ki B hosszút. Középen még Ime próbál előre menni, na most pont megszökik, így még okés lehet a timing Imének, de nem hiszem, hogy hátba nagyon figyelni fog. Többiek pedig készítik az A kontaktot, de hát ez már egy nyitott könyv ezen a ponton, mindenki rotálhat, Zanteres nagy flankre megy. Imé múlhat sok, nem lett talán leszpotolva, és megvan neki a frag. Bit és JL is befregelnek egyet-egyet. Nem tudom, hogy oldotta meg ezt a Navi. Zanteres az egyedüli túlélő, róla nincs pontos info egyébként. Nem tudom, hogy mennyire számítanak az ő flankjére. Wonderful és JL-en nincs nagyon HP, de Wonderful tartja ezt a szöget. Ez egy sima frag kell legyen így Wonderfulnak, de Zanteres nem is fogja megpróbálni. Inkább kimenti azt a Kalasnyikovot.
lehet nem volt info arra, hogy kettő lovas játékos van. Meg nyilvánvalóan ilyen trade potenciál, az hatalmas. Ilyen esetekben, úha. Egy erősebb timing volt. Imének. Egy kör a Navi attól, hogy befejezze ezt a pályát, és egy kör attól, hogy még egy overtime-re elmenjünk. Ezt pedig be kéne védenie. Itt az itten a Fire-nek, ha csak szimplán az elmúlt köröket nézzük, akkor a T köröket kétszer akkor esélye hozták. Itt a csapatok. Na de! Nyilvánvalóan, amikor itt a kör, vagy bocsánat, a map van a T-ten, ez megzabolázza a játékosokat is. Pontosabban megvadulnak akkor a játékosok is. Kinek lesz az entry, az is nagyon fontos. Nagyon alaposan és lassan kezdi a kört a Navi. Nyilván itt ilyenkor már nem fognak egy rást intézni. Nem mintha olyan sok lett volna akár a rendes játékidőben is. Kupla Moli. Közepet foglalja ezzel a Navi. Érkezik egy Templum Smoke. Ami igen csak érdekes, hiszen nagyon úgy néz ki a bomba poziából, hogy ára akarnak splittelni, de vízből nyilván vissza lehet hívni ezt még egy B-re. Tartja a pixel szöget. GL. Ott van mellette Alexi, aki kamerásra figyel. Úgy néz ki, hogy kitartanak itt az A-split mellett. Wonderful tart vissza azért sötétre. Na most fog jönni egy Templum Smoke, és akkor indulhat a buli. És a buli indul is, Alexi kezdi a fragger és átfut a molón is, úgy tud egyet ölni, JL is tud egyet ölni. Alexi ugye elhullott abban a molóban, megásta a sírját azzal, de jól, milyen jól tette, hiszen előre ugrott is ezáltal. Tudott entrizni, Wonderful lelövi Major-t és itt lehet a pálya vége, 2-4. Ugyan van egy lovas játékos itt JL szemébe, de ezt Alex nem fogja tudni valószínűleg megoldani 1v4-ben, most már nem lesz itt mentés. Ez a kérdés igazából, hogy melyik Navi játékos lesz az utolsó frag. Szegény. Kap egy gránátot is az arcába. Sígyel a tezivel. Na megvan a lezáró frag, de nyilván ez már csak formalitás kérdése volt inkább. Hát OG fogalmazta egy maratoni küzdelmet követően. A Navi nagyon-nagyon nehezen, de két vára tudja fektetni ellenfelét, az Eternal Fire-t a törökök pálya választásán. És az a mirás fog következni, ahol hogy eltekintünk, az ugyanúgy háromszoros, vagy három OT-s Vitality elleni verességétől a Navinak, akkor egy 12-es győzelmi szériájuk volt rajta, szóval a törököknek fel kell kötni a gatyát, de azért itt megmutatták, hogy tudnak ők is, és számolni kell velük, nem szabad őket lebecsülni. Nagyjából egy 15 perces szünet, aztán jövünk vissza mirással, ne menjetek túlságosan messzire.